Hello, hello, sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a mai híváson. Jó látni, hogy mennyien vagyunk. Ugye több kriptócsoportból jött össze, hogy a mai társaság itt vannak a kriptománcból, itt van Coinhírek, itt van Kriptokosz, meg talán még Janó Dani embere is, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg vegyes a közönség, viszont ugye a mai hívás, illetve a mai előadás azt gondolom, hogy tényleg átfogó dolog lesz, kiegészítve azzal, hogy mi történik jelenleg a piacon. Ugye kezd élénkülni a hangulat, kezdünk kicsit felélénkülni, azért is, mert az elmúlt 2 éves medvepiac lezárult, és már tiszta jelei vannak annak, hogy megindult egy olyan masszív növekedés, aminek még csak az elején vagyunk, és aki itt lesz a következő mondjuk másfél, de inkább 2 évben, ők elképesztő dolgokban lesz részük, és azt gondolom, hogy mindazok, akik mondjuk esetleg a csúcson szálltak be korábban, és elment a kedvük, ők is jönnek, és újra kedvet kapnak, hogy kriptozzanak. Aki meg most újként kezdi, akkor azt gondolom, hogy a legjobb időben szállt be. Ugye Peti beszélni fog majd később nektek ugye arról az ökoszisztémáról, ami az elmúlt 3 évben a medvepiac legmélyebb pontjain csak építették a termékeket, és létrejött ugye a működő copy trading platform és swap, ami már ugye bizonyíték annak, hogy a fejlesztéseknek, az építkezésnek van kézzelfogható eredménye, és már használatban van, már csak ugye felhasználókat kell rá irányítani, amire az elkövetkezendő Bika piac ugye nagyon-nagyon jó lehetőséget fog biztosítani, és ugye jön egy új blokklánc, ami kifejezetten az átjárhatóságot fogja segíteni, és természetesen nem máson, mint a DeFi-on belül, mi tudjuk, hogy a decentralizált pénzügyek az, ami megadja az egész kriptónak azt a secret sauce-t, vagy ugye azt a plusz dolgot, amitől teljesen más, illetve sokkal több, mint a hagyományos pénzrendszer, és sokkal több lehetőséget nyit ki, és ugye a mozaik, amiről szó lesz, ugye kifejezetten ezen területen belül fog egy olyan blokklánca jönni, ami ugye tudjuk, hogy a Polkadot ökoszisztéma egy paraláncaként fog létrejönni, és egyrészt van egy top kripto layer egy megoldásunk, ami az egész kriptonak hoz egy átjárhatósági megoldást, és erre jön egy DeFi megoldás, ami valamennyi blokkláncon meg fogja ezt az átjárhatóságot hozni, DeFi specifikusan. Szóval elképesztő izgatott vagyok ezen dolgok miatt, mert ez olyan, tudod, amikor benne vagy valamibe, ami látod azt, hogy születik meg, és tudod azt, hogy mekkora siker fog belőle kinőni, és akkor még nem is beszéltünk ugye arról a decentralizált AI-ról, amiről Peti fog még többet beszélgetni. Megosztok képernyőt, és belenézünk egy-két dologba, körülbelül 10 percet fogok szerintem beszélni, és Peti, légy szíves, szóljál, mert ugye tudnék beszélni órákig, de nem szeretnék most, annyi, hogy kérnék viszont megosztásra engedélyt, mert nem tudok megosztani. Mhet. Oké. Okay. Amit itt látunk, ez a Bitcoin szivárványos csárt. Ugye azért szivárványos, mert egyértelműen a színek azt jelzik, és ugye itt ki is írja fölül, hogy mikor milyen színben vagyunk, a kék színek, illetve kéktől zöld, sárga fölfele, az, hogy például a kék a legolcsóbb, a legjobb áron lehet venni, a zöld, sárga az még ez a felhalmozás, tartsuk, és ugye a sötét, piros, amikor már úgy néz ki, hogy ilyen buborékban vagyunk. Persze, hogyha valaki csak mondjuk megvette valamikor, és tényleg eltette a fiókba, és nem csinált vele semmit, akkor is ugye látjuk, hogy például most már ugye magasabb szinten van, mint 2017 decemberében volt, viszont hogyha valaki ki tudja használni, hogy mikor a ciklusokban mikor van emelkedés, illetve mikor van csökkenés, akkor ugye ők még több szörését ki tudják venni. Ez kifejezetten a Bitcoin halving. Ugye a halving az azt jelenti, hogy a Bitcoin blokkjutalom megfeleződik, azaz 10 percenként a jelenlegi 6,25 Bitcoin helyett valójában csak 3,125 bitcoin fog megképződni 2024 áprilisától, ez az a kék vonal, és ugye mindig a halving előtt, illetve a halving után egy másfél-két évvel van egy eszméletlen bika piac. Ez az egyik. A másik ugye, ami megadja
A mostani löketetés. Én azt gondolom, hogy a leges legnagyobb bika piac fog most jönni. Nem csak az, hogy van egy halvingunk, hanem az egész bitcoin, meg kripto dolog, ez, hogy mondjam, először csak pár tízmillió ember, amikor én elkezdtem, akkor csak pár millió, aztán pár tízmillió, most meg már mondjuk pár százmillió embernek a játszó tere, akiket ez érdekelte, vagy azért, mert pénzt akartak csinálni, vagy azért, mert a technológia érdekelte őket, és megérkeztek a kriptóba. Van, aki megégette magát, mert ugye itt a csúcsokon 67 ezer dolláron vett, és nem bírta végignézni, hogy lemegy ez harmadára az ára, illetve már ugye akár a felezése bírta ki valaki, és sokan elfordultak. Viszont ugye most tartunk ott, hogy azzal, hogy jön a Bitcoin ETF, ami nem más, mint egy tőzsdei termék. Ez olyan, mintha egy tőzsdére bevezetnek egy részvényt, hogy ott kereskedve legyen mondjuk, nem tudom, az OTP részvény. Viszont ezt Bitcoinnak hívják, ezt a terméket, és onnantól megnyílik az út arra, hogy a sok-sok pénzügyi tanácsadó és azok, akik ugye a különböző befektetői kategóriáknak pénzügyi tanácsot adhatnak hivatalosan, mert ugye a mai videó, meg amiről itt beszünk, az nem pénzügyi tanács, itt csak információt hozunk, edukálunk és szórakoztatunk, viszont ők hivatalosan majd oda mehetnek az ügyfelekhez, és azt mondhatják, hogy figyelj, hát a Bitcoin teljesített a legjobban, a kripto teljesített a legjobban. Nézd meg, a kripto DeFi indexek még jobban teljesítettek, mint a Bitcoin. Mi lenne, hogyha tennél X pénzt Bitcoinban, meg akár egy DeFi alapban, vagy éppen mondjuk egy Kodex a kosárba? Szóval azt mondom, hogy elképesztő kapu fog most kinyílni, és megindul egy olyan roham, hogy a jelenlegi pár százmillió kriptó felhasználóból el fogjuk érni az egymilliárdat. És hogyha elértük az egymilliárd embert, akkor az már egy olyan tömeg, ami innentől megállíthatatlanná válik, és folyamatosan jönni fognak újak. Viszont úgy gondolom, hogy ez az ETF és a mostani halving a jövő évben egy olyan rallit fog elhozni, ami viszont a legnagyobb lesz, és utána már nem gondolom, hogy lesznek akkora rallik. Szóval én hiszem azt, hogy mostani időszakban, ugye ebben az időszakban itt a Bitcoin mondjuk tízszeresére ment föl. Hogyha a mélypontot nézzük, ami ugye itt volt 2020 márciusában, amikor a Covid miatt beesett minden, akkor valójában ugye itt voltunk 3500-4000 dollárnál is, ahhoz képest ugye majdnem 20-szoros volt a csúcs, de mondjuk itt számoljuk, hogy volt egy jó 7 kötőjel 10-szeres emelkedés, és persze az altcoinok ennél sokkal jobban emelkedtek. Én mutatok egy-két másik csártot, ami hivatott ezt mutatni. Ezt megtaláljátok a Twitteren, mert ugye minden videót, amit a kriptomás csinál, ott beszélünk a Twitterről is. Látjuk, hogy itt vannak a különböző, és most a Bitcoin mutatja, de mindjárt azért ránézünk majd egy teljes crypto market cap-re. Látjuk a különböző ciklusokat. Medve, esik az ár, lemegy akár 80-90%-kal, az altcoinok valamikor 95%-kal is leesnek. Van egy felhalmozási zóna, amikor még van, hogy még esünk, akár újabb mélypont is jöhet, de már van emelkedés is. Ez volt ugye 17 előtti időszakban, valamint ugye itt a Covid időszakában, és ugye hasonló a kép most is, hogy az akkumuláció zónát most fogjuk csak elhagyni, és utána indul meg ez a nagyon-nagyon masszív bika piac. Úgyhogy erre érdemes készülni, akár csináljátok erről egy képernyőfotót, mentsétek ezt le, mert erre fogunk készülni, és ugye ha megnézzük, van itt a szivárványos csárt, ahol van ez a blockchaincenter.net, van egy úgynevezett altcoin index, ami ugye azt méri, hogy az altcoinok, ugye minden más, ami bitcoin, mennyivel teljesítik túl az elmúlt 90 napban a top 50 altcoin mennyivel teljesíti túl a bitcoint. És látjuk, hogy amikor ebben az alsó zónában vagyunk, akkor a bitcoin a fő teljesítő, amikor meg ugye itt vagyunk a felső piros zónában, ugye itt a 80-75 fölött, akkor ugye altcoin szezon van. Ez azt jelenti, hogy ugye altcoinokat, ami ugye például már az Ethereum is az, de ugye akár főleg a többi különböző blokkláncok, DeFi, Web3, gaming és mindenféle egyéb megoldások, ebben az időszakban érdemes őket felhalmozni, mert jó eséllyel azt követően felül teljesítik a Bitcoin. És ugye már hagyományosan mindig megvan, hogy a Bitcoin megy először, utána mennek az altcoinok, és valószínűleg ez most is így fog kinézni. Elképesztőt mentek az altcoinok. Éppen előbb csináltam videót
holnapra, és igen, ugye ma egy piros nap van, aminek én nagyon-nagyon örülök, mert végre lehet felhalmozni itt a hétvégén, de már annyira nem piros, mint egyébként egy órával ezelőtt. De megnézem az elmúlt egy hónapot, akkor nézzük meg csak. A gáztoken, ugye ez az Ethereumon, hogyha fölmegy a tranzakciós díj, akkor ez a token fölmegy. Avalanche 133, Layer 1 blokklánc, Caspa, Layer 1 blokklánc, a RUN, egy decentralizált tőzsde, ami a Bitcoin és a többi blokklánc közötti átváthatóságot segíti. A NIR Layer 1 blokklánc, a WireFi egy DeFi projekt, Elrond is ugye egy Layer 1 blokklánc, Immutable X egy Layer 2 blokklánc az Ethereumon, Phantom Layer 1 blokklánc, Solana. Szóval látjátok, hogy 100% fölötti, néha 200%-os emelkedések, és még el sem kezdtük igazából, és hogyha azt nézzük, akkor valójában még a Bitcoin kezdett el csak mozogni. Szóval azt gondolom, hogy nagyon örülök a mai visszahúzásnak, lesznek még ilyenek egyébként. Nem ritka, hogy a Bika piacban akár van 20-30%-os korrekció, ami az altcoinoknál akár lehet 40%-os korrekció, de az, hogy ilyen szinten megindult a piac, erre nem számítottam. Most nézzünk meg egy picit chartot, és akkor mindjárt átadom tényleg Petinek a szót, hogy nézzünk rá a teljes total crypto market cap-re, és akkor lesz egy fogalmunk, hogy mi jöhet. Illetve szerintem nézzük meg a kifejezetten az altcoinokat, mert ugye a mozaik kapcsán leginkább az altcoin piacban lesz kitettségünk, és azt gondolom, hogy ez érdekelhet minket a adott esetben a legjobban, és vegyük ki az Ethereumot is, mint ugye a legnagyobb layer egy blokkláncot. Ugye most ezen a csárton például átrakom havi gyertyákba, és hát lehet, hogy át kell raknom, úgy látom talán logaritmikusban van, de nézzük meg, hogy ugye ez volt a 2019-18, de valójában ez a piac ez itt indult meg, mert ugye 18-ban volt a mélypont, illetve itt 18 decemberében, és nézzük meg, hogy mekkorát emelkedett a következő csúcsig, és ez minden olyan kriptoeszköz, ami nem a Bitcoin és az Ethereum. Ez 2000, ugye most a legcsúcsáig ki akarom húzni, akkor 3000%. Ez azt jelenti, hogy 30-szoros. És ugye ebben vannak olyan régi kriptoeszközök, mint Litecoin, meg nem tudom, szóval itt már igazából semmi technológiai újdonság, de az emberek kereskedik, Ethereum Classic, stb. Stb. De benne vannak az újak, ahol viszont új technológia van, mint például ugye a szóban forgó mozaiknál, ahol a DeFi-ban hoz egy innovációt, ami a DeFi a legpezsgőbb dolog, szóval ez a 2020-as mélyponttól ez a 30-szoros emelkedés, ezt DeFi nyárnak hívtuk egyébként 2020 nyarát, mert akkor volt az egyik legnagyobb ralli, és azt gondolom, hogy hasonló dolgok jönnek előttünk. És ugye ezen belül egy olyan projektről fogtok ma hallani, ami nem úgy ment piacra, hogy kockázati tőkebefektetők belenyomták a sok-sok pénzt, és utána alig várják, hogy a kisbefektetőkre rátolják majd a tokent, és ledampolják, és eladják. Nem. Úgy mentünk bele, hogy valójában a közösség, azaz mi, akik itt vagytok, illetve van a Novalusban bármilyen csomagotok, ők férnek hozzá, nálunk vannak az eszközök, nálunk van az, hogy validálni tudunk, hogy ez a rendszer működéséből részesedni tudunk, és ugye a felhasználók is elkezdenek beérkezni, és egy olyan projektben vagyunk benne, ahol nem várható az, hogy a kockázati tőkések ránk öntik és ledampolják az árat, hanem az várható, hogy nálunk képződnek meg, hogy a validátor jogosultságokkal nálunk képződnek meg a létrejövő coinok, és mi tudjuk piacra vinni, és amikor ott állnak a nagyhalak, legyen az kisbefektető, legyen az Wall Street-i befektető, legyen akár egy ETF, aki egy DeFi alapba akar beválogatni Mozaik coin, akkor ott leszünk mi, és el tudjuk neki adni, és remélhetőleg addig bőven többszörösét csináljuk meg. Persze ugye garancia nincs, érdemes ugye megnézni mindent, amiről beszélünk, és utána járni, de azt gondolom, hogy a már működő termékek nekem garancia ahhoz, hogy egy működő kriptoprojektről van szó, és hogyha ugyanezzel a lendülettel megy tovább, mint ahogy eddig, akkor azt gondolom, hogy minden egyes tevékenység, amiben belekezdtek a srácok, az nagyon sikeresen fog megvalósulni. Úgyhogy Peti, tiéd a szó, képernyőt leveszem, és akkor hajrá, egy nagyon sikeres rendezvényt,
Kívánok, nem tudok maradni sokáig, mert jelenésem van máshol, és fizikailag nem tudok még két helyen egyszerre lenni, de remélhetőleg hamarosan ezt is megoldjuk, úgyhogy várunk szeretettel titeket a Cryptominds Mozaik csoportba, ezt még be fogom tenni a Telegram csoportunk linkjét, akkor is, hogyha más csoportban vagy, vagy más csapatokban vagy a Mozaikon belül, gyere, mert rengeteg hasznos infót találsz ott, és Peti is el fog látni bőven segítséggel. Köszi, Miki, az információkat, ezzel tök jól a piaci áttekintést igazából megoldottad, azt gondolom, úgyhogy ezzel nekem nem is kell szöszölni. De gyorsan én is osztok egy képernyőt, és akkor én pedig kifejezetten a DeFi-ról fogok nektek beszélni. A hangomért amúgy mindenkitől elnézést kérek. Sajnos kicsit meg vagyok fázva, de hát ez benne van ilyenkor. Na, meg is osztom a képernyőmet, és akkor nézzük a DeFi lámát, mint olyan. Ugye, ha itt gyorsan megvizsgáljuk a szituációt, akkor az előző bikapiac, amiről a Miki mesélt, ugye 2020 nyarától itt látható, tehát lényegében azt láthattátok, hogy ha itt nagyon-nagyon vissza közelítek, akkor még itt is zéró növekedés van, és itt viszont júliustól a decentralizált pénzügyek területén ugye jött ez az új hype, a DeFi protokolloknak a virágzása, először ugye az Ethereum blokkláncon, tehát ez itt indult el. Látjátok, hogy előtte a decentralizált pénzügyekben lévő összes tőke az ilyen 1 milliárd dollár környéke volt, sőt, még ugye, ha megyünk visszafelé, akkor az alatta, nyilván a nullától indulva. Itt viszont egy iszonyatos nagy növekedés vette kezdetét, mert Ripsrops pár hét alatt, egy-két hónap alatt a hatszorosára ment fel a decentralizált pénzügyekben lévő tőke. De ha kihúzom ezt, a kis, nem is tudom, csúszkát, akkor láthatjátok, hogy az előző bikapiacban, ami amúgy igazából ilyen 2020 őszétől, októberétől indul, de hivatalosan azt mondjuk, hogy amikor a korábbi all-time high értéket megdöntötte a Bitcoin, akkor mondjuk azt, hogy itt már aztán kőkeményen bikapiacban vagyunk. De lényeg a lényeg, hogy az előző bikapiacban a DeFi-ban lévő összes tőke az ilyen 213 milliárd dollár magasságában volt. Tehát ez volt a csúcsérték, ami azt jelenti, hogy ha megnézitek, tehát 2020-tól mondjuk ez, itt már 2022-t karcolgatjuk, pontosabban, igen, 2022 legeleje, iszonyatos növekedés, brutális növekedés, és hiába volt most egy ilyen medvepiaci környezet, azért nem nagyon esett vissza, ilyen 45-50 milliárd dollár környékéig esett maximum vissza ez a DeFi-ban lévő lekötött tőke, és ha megnézzük, akkor most elindult megint, tehát itt volt tavasz egy felívelés egészen 64 milliárd dollárig, és utána kicsit visszaestünk, tehát a nyár az pangolt, semmi gond, és itt ősszel meg ezzel a megindulással, amit most láthattunk ugye itt októberben, illetve novemberben, tehát jaj, bocsi, eltoltam. Ezzel ismét azt láthatjuk, hogy egy ilyen növekvő fázisban van a decentralizált pénzügyek. De mi lesz itt számunkra az érdekes? Ugye a Mozaik egy decentralizált pénzügyi ökoszisztéma, és a DeFi-ban lévő összes lekötött tőke a következő bika ciklusban biztos, hogy az előző ciklusnál jóval, jóval több lesz. Tehát, hogy az előző ciklusban mutattam ezt a 213 milliárd dollárnyi lekötött ösztőkét, a következő bika ciklusban ennek a többszöröse lesz. Most azt ne várjátok, hogy tippelgessek, hogy mennyi, mert nincs is erre szükség, azt gondolom. De azt tuti, hogy fentről fogjuk nézni az előző csúcsot. És ez azért érdekes, mert van itt nekünk, hogyha legörgetünk, jó pár decentralizált pénzügyi megoldásunk, ahogy itt haladok lefelé ezen a kis listán folyamatosan, amelyek osztoznak ezen a jelenleg 50 milliárd dollár feletti ösztőkén, és ezeknek egy része mondjuk már velünk volt a 2020-as DeFi Summer-nél is, mint a Maker, az Aave, a Uniswap, Curve Finance talán az is, de arra nem emlékszem pontosan, Compound az biztos, úgyhogy nagyon sok jó kis megoldás indult el, amik akkor lényegében a nulláról indultak el,
És most ott tartunk, hogy ezek a megoldások iszonyatos mennyiségű lekötött ösztőkével rendelkeznek. Tehát most megnézzük a Lido-t, ami mondjuk nem egy 2020-as megoldás, 17 milliárd dollárnyi lekötött tőke van a Lido-n. Vagy a Maker-ön, ami egy lending platform, vagy az AV-t ugyanígy említhetném, az AV-n is közel 6 milliárd dollárnyi lekötött tőke van most. Tehát ebben a medvepiac utáni már tavaszodó környezetben, gondoljatok bele, hogy mennyire fog ez felmenni a következő bikaciklusban. És akkor, ha onnan közelítem meg, hogy mondjuk egy Uniswap, a simán egy DEX, tehát egy decentralizált váltó, ahol annyit tudunk csinálni, hogy swapolni tudunk, illetve likviditást tudunk biztosítani. A Uniswapon igaz, hogy 11 blokkláncon összesen ez 3,5 milliárd dollárnyi lekötött össztőke van. A Mozaiknak csak az alfa kriptokereskedelmi platformja az összetettebb megoldás, mint maga a Uniswap. De ugyanígy ezt flexelhetnénk a többi eszközzel is, tehát megvizsgálhatnánk, hogy tulajdonképpen milyen szolgáltatást nyújtanak, és ehhez képest mondjuk a Mosaic Alpha, mint decentralizált pénzügyi protokoll, az mennyivel összetettebb szolgáltatást tud nyújtani. Tehát, ha innen indulunk ki, akkor tegyétek fel magatoknak a kérdést, hogy van-e esélye a következő bikás ciklusban egy Mosaic Alphához hasonlóan jelentősen összetett és a decentralizált pénzügyek területére újdonságot hozó, tehát új megoldásokat bevezető protokollnak van-e esélye ebből a piaci tortából egy szeletet kivágni magának. Itt mondjuk a jelentős szeletre gondolok, tehát mondjuk ilyen milliárd dollár környéki lekötött ösztőkére. Hát az én véleményem az, hogy szerintem van, nyilván nem vagyok jós, tehát ezt majd utólag fogjuk tudni megmondani, de én azt gondolom, hogy olyan opciókkal, mint amivel például a Mosaic Alpha bír, aztán majd utána beszélünk a Mosaic blokkláncra, amit nyilván a láncokat lehet itt nézegetni a DeFi lámán, hogy ha megnézitek, akkor az összes blokkláncon lekötött ösztőkének több, mint a fele az Ethereum láncon van, és akkor utána jön a Tron, a Binance Chain, és így tovább lefelé. Tehát igen. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy akkor egy kifejezetten decentralizált pénzügyekre optimalizált blokklánc, mint amilyen a Mosaic Chain lesz, ez milyen potenciállal bírhat ezen a piacon. Ez függeni fog kőkeményen attól, hogy hány protokoll lesz majd a Mosaic blokkláncon, hát nyilván nem az elinduláskor lesz a legtöbb, de idővel azért ezek sokasodhatnak. Látjátok, hogy ebben az Ethereum a csúcs, utána a Binance Chain a második, ezzel a, mondjuk nem szerencsés ez a 666 protokoll, de hát mindegyettől most tekintsünk el. Utána meg jön a többi, Polygon, Arbitrum, és a többi, és a többi, és a többi. Na, nézzünk rá egy kicsit arra, hogy miért is ilyen összetett felület ez a Mosaic Alpha, illetve egy picit a gyakorlatban is meg akarom mutatni majd, hogy hogyan tudjuk használni ezt a Mosaic Alpha platformot. Először beszélni fogunk róla nagyon röviden, hogy mire való. Hát ez a Mosaic Alpha, amellett, hogy tudsz rajta swapolni és likviditást biztosítani, ami ugye egy átlagos DEX funkció, tehát most már a DEX-ek többsége ezekkel a funkciókkal rendelkezik. A Mosaic Alpha azt az újdonságot hozza be ide a crypto space-be, vagy a decentralizált pénzügyi területre, hogy előre felkínál portfóliókat a felhasználók számára. Miért jó ez az adott felhasználónak? Azért jó ez, mert ha te most jöttél be a kriptóvilágba, és még nem igen találod a helyedet, vagy most fogsz bejönni a következő felfelé tartó trendben, tehát itt a következő egy-másfél-két évre gondolok, akkor szükséged lesz olyan segítségre, ez ugye lehet vagy emberi segítség, ha van ilyen neked, aki jó is ebben, akkor szerencsés vagy, de a többségünknek nincs,
vagy olyan megoldásokra, olyan felületekre lesz szükséges, amelyek segítenek neked abban, hogy össze tud állítani a saját token szettet, ami aztán ugye egy szép növekedést tud neked hozni a következő bika piacban. Illetve szükséged van arra is, hogy ne csak összeállítsd ezt a token szettet, hanem menedzseld is. Na, a Mosaic Alpha az pontosan ezt tudja, hogy itt vannak ezek az összeállított token szettek, per pillanat 4 van. Ugye itt a Codex, a USDT likviditási medencét, ezt vegyük ki a képletből, mert ez kifejezetten a Mosaic Alpha likviditási felülete. A többi a Blue Cryptos-tól egészen a Future of Internet kosárig, ezek úgynevezett token kosarak, ezek mind előre összeállított token szetteket tartalmaznak, amelyek mögött profi kereskedők vannak, és ezek a profi kereskedők eleve szűrik neked azokat a tokeneket, amik adott esetben ide a Mosaic Alpha-ra érkezhetnek, illetve nem csak hogy szűrik, hanem megvizsgálnak minden projektet, és menedzselik is neked ezt az előre összeállított portfóliót. Tehát te ki vagy szolgálva biztonsági szempontból, ugyanis nincsen harmadik fél, aki beavatkozna a te ügyeidbe. Itt minden, amit itt a Mosaic Alpha-ra betettél eszköz, az valójában a te saját tárcádban van. Majd ezt meg fogom mutatni, hogy hogyan. Lényeg a lényeg, hogy egyrészt kapsz egy remek kényelmi szolgáltatást, ami sokszor mondtam, hogy ha lett volna akkor, amikor én beszálltam a kriptótérbe, akkor lehet, hogy sokkal eredményesebb lettem volna, mint amilyen amúgy voltam, mert nekem is össze kellett gyűjteni a tapasztalatot, az nem magától jön senkinél, tehát a tapasztalatszerzés meg néha fájdalmas, és ezt a fájdalmat, ezt tetszik, nem tetszik, a kriptóvilágba belépő embereknek a 90%-a, 90 plusz százaléka, ez át fogja élni. Nyilván, amiről a Miki is beszélt, hogy nagyon sokan lesznek olyanok, akik megégetik magukat, tehát 60 ezer dollár felett szálltak be mondjuk az előző ciklusban a bitcoinba, és ezt az őrült esést, ami utána következett, egészen 15.500 dollárig, azt nem nézték végig, és sírva elszaladtak. Ők most azt gondolják, hogy ez a kripto, ez egy rendkívül rossz terület, egy olyan pénzügyi szektor, ahol az embereknek elveszik a pénzét. Pedig semmi más nem csináltak, amúgy csak alapvető szabályokat nem tartották be, illetve nem használták a Mosaic Alphát. Tehát ugye ez a titok igazából a dolog mögött. Ha használták volna, akkor nem lett volna semmi baj. Ugye nyilván ez egy leegyszerűsítése a kérdésnek, de nagyon fontos eszköz lehet sok esetben ez a Mosaic Alpha. Kicsit beszéljünk ezeknek a token kosaraknak az eredményességéről, mert ezt nagyon sokszor szeretik megkérdezni az emberek, hogy mennyi az a plusz, amit igazából ezek a token kosarak hoztak. Hát kérem szépen, ez ott mérhető le, hogy minden token kosárnak van egy saját tokenje, nagyon egyszerű a nevüket megjegyezni, a Blue Cryptos kosárnak a Blue Cryptos a tokenje, és minden ilyen kosár token 1 dolláros nyitóárról indult akkor, amikor a kosár megjelent a platformon. Oké? Okay? Tehát láthatjátok, hogy innentől a Blue Cryptos token az igazából 1 dollár 5 cent, az underrated 1 dollár 6 cent, sőt majdnem 1 dollár 7 cent, a Circle az meg valamivel 1 dollár 7 cent fölött van, a Future of Internet kosár tokenje pedig 1 dollár 32 cent. Magyarul per pillanat az összes kosár pluszban van, a Blue Cryptos 5% pluszban van, az underrated 6-ban, vagy 6,6-ban, a Circle 7%-ban, a Future of Internet kosár pedig 32% pluszban van. És tudjátok, mi a helyzet? Hogy per pillanat egy ilyen medvepiac végi csapkodó piacban vagyunk most per pillanat, ahol mondjuk produkáltunk most az elmúlt 2 hónapban egy elég derekas növekedést, viszont messze vagyunk még attól, amit majd a bika piacban látni fogtok. Úgyhogy azt a kérdést kell feltennetek magatoknak, hogy amikor 1 dollár 5 cent mondjuk a Blue Cryptos token értéke, akkor érdemese bevennem magam ebbe a token kosárba, mert mi van, ha a medvepiacban, hülyeséget beszélek, bocsánat, tehát a bika piacban 5 vagy 6 dollár lesz egy ilyen Blue Cryptos token.
Hát ugye, akkor mindenki felteszi magának a kérdést, hogy mikor kellett volna beszállni. De aki a kezdetektől benne volt a Future of Internet kosárban, annak gratulálunk, mert elég rövid idő alatt, tehát ez ilyen egy-másfél hónapja indult el, 32%-os növekedés, az nem rossz. Nyilván ezeknek a kosaraknak a teljesítménye függ a piactól is. Ha megnézitek például a Blue Crypto Token kosárban, csak magas kapitalizációi tokenek vannak a Bitcointól egészen mondjuk itt az utolsó, a Chainlink, de ez nem market cap alapján felállított sorrend, csak nem tudom, valamilyen sorrend, amit itt láthatunk, de ez teljesen mindegy is. Mit akarok ezzel mondani? Hogyha innen mondjuk jön egy Black Swan esemény, tehát egy váratlan olyan esemény, ami megrázza a kriptópiacot, és elkezdenek esni a kosárban lévő tokenek, akkor például egy Blue Cryptos kosárnál nem tudsz stabil coinba, illetve a kereskedő, aki a kosár mögött áll, nem tud stabil coinba menekülni, hanem ha az összes kosártóken értékesik, vagy az összes kosárban lévő tokenek az értékesik, akkor a kosár teljes teljesítménye is esni fog. Ez a Blue Cryptosnál, illetve az Underratednél fennállhat. A Circle kosárnál, illetve a Future kosárnál van Tether, tehát USDT. Itt a kereskedő meg tudja változtatni a token kosárban lévő tokenek arányát úgy, hogy átmegy Tetherbe, és ezzel megvéd benneteket az eséstől. Jó? Tehát ez itt egy plusz opció. Amit még tudni kell, hogy most kőkeményen rákapcsolt a csapat, Vidákovics Attila most is Londonban van, arra, hogy új kereskedők jöjjenek be, új token kosarak induljanak el, tehát a következő egy évben az lenne a cél, hogy három számjegyű kosártóken, token kosár jelenjen meg itt a platformon, és mindenkinek a kényelsz kedve szerint új opciókat tudjunk felkínálni nektek. Amit még tudni kell ezekről a token kosarakról, hogy ezekben egy alacsony frekvenciájú kereskedés zajlik, tehát ez tulajdonképpen abból áll, hogy amikor itt rámegyünk a kosár részleteire, akkor azt látjátok, hogy az egyes tokenek milyen arányban vannak ebben a kosárban, tehát itt látjátok, hogy Wrapped BNB 10,4%, Uniswap 4,72, Ripple 6, és a többi, és a többi, és elég jelentős mennyiségben van, amúgy ez nagyon jó lépés a piaci mozgásokra, elég jelentős mértékben van Bitcoin a token kosárban. Miért jó lépés ez? Mert ha megnézitek, akkor az altok, tehát a Bitcoin az viszonylagos állandó teljesítménye mellett, ugye az elmúlt 24 órában nem hogy esett a Bitcoin érték, hanem 1,2%-ot ment fel. Ennek ellenére például nagyon sok altcoin, ugye látjátok, hogy kisebb-nagyobb eséseket könyvelt el. Melyik kisebbet, melyik nagyobbat, teljesen mindegy. Lényeg a lényeg, ilyenkor, hogyha ebben a kosárban a kereskedő átmegy nagyobb részt Bitcoinba, meg Ethereumba, amit nagyon bölcsen tettek, mert ez a két eszköz az, ami kevesebbet esett, akkor meg tudnak benneteket védeni attól, hogy mondjuk az esés áldozatai legyetek. Tehát ilyen módon tudja változtatni a kosár mögött lévő menedzser, kosár menedzser a az összes többi token kosárnál, de itt még akarok mutatni egy-két dolgot, és csak utána fogunk tovább menni. Hallottok amúgy most engem, mert nekem kiírta, hogy az internet kapcsolatom nem a legjobb, de talán hallani. Jó, tehát menjünk bele mondjuk, nem is tudom, a Circle-be, mert ez viszonylag egyszerű. Hogy néz ki a kosár összetétel? 45%-ba átmentek Tetherbe, pipa, Ethereum 21%, 33% Bitcoin. Tehát ez is egy tök jó felállás, mert fel vannak készülve arra, hogy mondjuk most a kicsit a bizonytalanság jeleit mutatja a piac, és ilyenkor fel kell készülni arra, hogyha esés következne be, akkor ebből a Tetherből lehet még pluszban bevásárolgatni Bitcoinba meg Ethereumba, ugye ebben a kosárban ez a három eszköz van. Tehát ez így működik, ez a kosár menedzselés, csak ugye az az óriási különbség, hogy ezt az egyszeri user nem fogja tudni magának megcsinálni.
Jó, tehát nem fog neki menni, sajnos, és ezért veszteséget fog elszenvedni. Itt meg megcsinálják helyettetek, ti csinálhatjátok az életeteket, és nincsen semmi gond. Na és akkor jöjjön a kérdés, hogy hogyan kell mondjuk kosarat venni, vagy mondjuk a Mosaic Alpha Utility tokenjét a Codexa token swapolni. Ugye mire lesz jó ez a Codexa token? Ez arra jó, kérem szépen, hogy a kereskedőnek, aki az adott token kosár mögött áll, akkor kell pénzt fizetned azért, mert ellát számodra megcsinál dolgokat, amikor te ki akarod venni a profitodat abból a token kosárból. Tehát amikor te ki akarsz szállni a token kosárból és profitot akarsz realizálni, akkor a kereskedő egy sikerdíjat fog ezért cserébe kérni, ami most mit tudom én a Blue Cryptos token kosár esetében 21%. Ha nem akarod ezt a 21% sikerdíjat a profitodból, tehát nem az alaptőkédből, meg semmilyen, a profitodból kifizetni a kereskedőnek, akkor lekötsz Codexa tokent a Mosaic Alpha-n, és arányosítva a te token kosaradhoz, ugye, hogy mennyi Codexa tokent kötöttél le a kosarad értékéhez képest, ennek megfelelően arányosan tudod csökkenteni a kereskedőnek fizetendő sikerdíjat. Tehát innentől fogva tök logikus, hogy aki használja a Mosaic Alpha felületét, annak szüksége lesz Codexa tokenre. És miért lényeges ez? Mert zajlik a világszintű marketing ennek, hát először ugye Magyarország, aztán úgy lépünk ki folyamatosan egy ilyen tapogatózó marketinggel a világba, tehát zajlik a marketing kampánya, vagyis elindult a Mosaic Alpha-nak, és ahogy egyre többen megismerkednek a Mosaic Alpha-val így a világ minden táján, egyre több user lesz. Az egyre több user egyre több token kosárba fog beszállni, mert rájön, hogy milyen kényelmi szolgáltatást kap, és ha már beszáll kosár tokenbe, akkor érteni fogja, hogy akkor a legoptimálisabb a szituáció, ha a Codexa tokent is tart magánál, lekötve a platformon. Miért? Nem csak azért, mert amikor mondjuk a Bika piacon ki akar szállni a token kosárból, akkor majd jól fog jönni az a lekötött Codexa token, hanem azért, mert a Codexa tokenre azáltal, hogy egyre többen használják a Mosaic Alphát, és mindannyian értik, hogy Codexa is kell, egyre nagyobb igény lesz. És a Codexa tokennek van egy véges darab száma, ugye a teljes készlet az 699 millió darab, de ezt a Mosaic Alpha weboldalon ezt meg is tudjátok nézni, ezt a tokenómiát, és hát ezen a 699 millió darabon fogunk mindannyian osztozni. Kérdés neked, mennyi van belőle? Vettél likviditási kosarat, és akkor szabadul fel sok annak idején, vagy beszálltál az első bevásárlásba, és van onnan is sok Codexa tokened, vagy részt veszel bármilyen más egyéb opcióban, és akkor onnan is van. Tök jó. Azért fog egyre értékesebb lenni a Codexa token, mert megkerülhetetlenül egy olyan DeFi megoldásra egyre nagyobb igény lesz, mint a Mosaic Alpha. Na és most nézzük meg egy kicsit a gyakorlatban, először megmutatom, hogy hogyan kell token kosarat vásárolni magatoknak. Ehhez semmi más nem kell csinálni, mint rendelkeznetek kell egy decentralizált pénztárcával. Az esetemben ez egy MetaMask tárca lesz, amivel, ha megengeditek, ma összekötöm a Mosaic tárcáma, de mondjuk jó kevés BNB coinom van. Így most először, ugye van itt rendelkezésemre áll 50 USDT, ebből az 50 USDT-ből itt a MetaMask-on belül swapolni fogok egy kis BNB-t. Mondjuk 10 dollárért, mert ezzel 10 dollárnyi BNB-vel egész sokáig tudom fizetni a hálózat használati díjakat. Ezt így a MetaMask-on belül amúgy van egy swap funkciója, könnyen meg tudjátok oldani, de bármilyen más eszközben, ami mögött van likviditás, abba is tudtok nagyon-nagyon gyorsan átmenni. Oké. Tehát így már mindjárt látszik, hogy 11 dollárnyi BNB-n van, maradt 40 dollárnyi USDT-m. Ja igen, közben Éva kérdezte, hogy vissza lehet majd nézni, igen, hogyha elfáradtál, akkor vissza tudod majd a felvételt nézni. Na, menjünk tovább, mit kell csinálnunk? Ha van Mosaic valeted, vagy ilyen MetaMask tárcád, akkor két kattintással itt a jobb felső sarokban össze tudod kapcsolni ezeket az oldallal. Látjátok, hogy én most össze is kapcsoltam
MetaMask tárcámat a Mozaik Alpha felületével. Ezt onnan látod, hogy ott van a tárca címe mellé, hogy 0x6AF2, és itt leellenőrzött, hogy 0x6AF2. Oké? Okay? Tehát innen látni, hogy ez az én tárcám, ami hozzá kapcsolódott. Hogy kell token kosarat venni? Hát nagyon bonyolult a dolog. Rámész arra, hogy megyünk Future of Internet kosárból, rámész arra, hogy buy. Tehát most csak ilyen kis mennyiségben fogok venni, mert nekem nem ez a fő fiókom, ami a Mozaik Alfával össze van kapcsolva, ez csak a ti kedvetekért lesz így. Menjünk mondjuk 30 dodeszért, amiért, ugye látod, hogy a Future of Internet token kosár tokenjéből 22,5 darabot fogok kapni. Ráböksz, hogy continue, kipipálod a az általános üzleti feltételeket, ugye megismerted, hogy milyen átvágásba húznak be téged itt az oldalon, majd utána rányomsz a continue-ra, és adsz egy aláírást, vagy többet a MetaMask tárcádban. Oké, aláírunk egyszer, meg majd mindjárt aláírunk még egyszer. Látjátok, hogy a teljes díj, ez 3 dollár 16 cent lesz itt most este, péntek este a Binance Smart Chain-en. Megerősítem a tranzakciót. Nice! Megtörtént a tranzakció. Visszamegyek az én saját dashboardomra, és akkor fogom látni, hogy mindjárt betöltődnek, frissülnek az adataim, hogy én nekem egyrészt a tárcámban most mennyi pénz van. Itt látjátok ezen a grafikonon, hogy itt 24 órás nézetben brutálisan megnövekedett a kitettségem az oldalon, egészen 30 dollárnyit, és akkor itt láthatjátok, hogy rendelkezek, ugye kifizettem az 1%-os buy fee-t, azért csak 29,48 dollárnyi kitettségem van a Future of Internet token kosárban. Oké, okay. Hogy fogod ezt látni a saját token kosaradon belül? Ugye, hogy láthatod? Nagyon-nagyon egyszerű, hozzá kell adni a kocsárnak a tokenjét, ugye a more details-re rámegyünk, akkor hozzá kell adni majd a kocsárnak a tokenjét, itt az Add to Wallet menüpontra kattintva a MetaMaskodhoz. Ugyanis megnézitek, ebben a MetaMaskban megmutatom, nincs benne, csak ez a három eszköz van, BNB, S-Fund és USDT, csak ez a három eszköz van benne, nincsen benne a Future of Internet token kosárnak a saját tokenje. Ezt úgy tudod hozzáadni, hogy lásd folyamatosan az értékét, hogy rámész ide, hogy add to wallet. És akkor mi történik? Feldobja a MetaMaskodat, token hozzáadása. Jé, megnézzük a MetaMaskban, hogy mi történt, és rácsodálkozunk, hogy már 4 token látható. Itt van a Future of Internet, a 22,56 század token. Hogy kell eladni? Rányomsz ide keményen a sell gombra, és akkor meghatározod, hogy milyen mennyiséget akarsz eladni, mondjuk a Future of Internet kosaratból. Most én rábögtem, hogy 5 tokent akarok eladni, ami kemény 6,5 dollár lenne, nyilván rányomnék arra, hogy continue, és akkor aláírnám a MetaMask gombbal ezt a tranzakciót, és kifizetném a díjat, és akkor eladtam volna az 5 tokenemet, de nem most fogom eladni, mert most egy kicsit tartogatom ezt a tokent, megnézzük mondjuk jövő héten, hogy mennyit mozgott. Amúgy ilyet lehet, hogy fogunk csinálni, hogy majd folyamatosan vizsgálgatjuk, hogy mennyi pénz, mennyit változott a token kosaram értékei dollárosítva, jó? Tehát, hogyha itt meg akarom nektek mutatni. Oké. Okay. Ez megvolt, itt látszanak az adatok, hogy a performance fee 25% ennek a token kosárnak az esetében, a buy fee 1% volt, ezt kifizettem, a trailing fee, ez a fenntartási költség pedig éves 2,1%. Ja, sok az info elsőre, oké, persze, ezt majd nézd meg 4-szer, 5-szer, 6-szor, és akkor majd menni fog. Na, amit meg akartam még mutatni, de először lehet, hogy elnézéseteket kérem.
bocsi, csak egy gyors orrfújás volt, amit meg akartam mutatni, ez a swap felület, hogy hogyan tudunk kodexát swapolni. Ugyanez a szisztéma, itt ugye össze vagyunk kapcsolódva a weboldallal, tehát a Mozaik Alpha felületével, és látszik, hogy az én segítsetek, MetaMask tárcámban 9,99 tether van, és akkor én ebből mondjuk 9, bökjünk rá arra, mondjuk jó lenne egy max comb, ezt majd javaslom a srácoknak, hogy 9,99 dollárért én 154 Codexa tokent kapok. Akarok váltani 154 Codexa tokent? Hát persze, hát most nyilván nem az életemet tettem fel rá. Ugyanezt kipipálod a feltételeket, és ráböksz arra, hogy swap tokens. És akkor majd meg fogom mutatni, hogy a kemény 30 dolláros token kosaramhoz képest, ugye itt ki kell jelölni azt, hogy maximum mennyi USDT-t használhat fel a MetaMask, és aztán approvalod a USDT-t, majd adsz még egy aláírás mindjárt, amivel kifizetem ennek a swapnak a költségét. Ez jóval alacsonyabb lesz, mint a token kosár vásárlás költsége. Látjátok, hogy ez csak 18 cent. Tehát valóban sokkal-sokkal alacsonyabb, mint a token kosár megvásárlásának a költsége. Jó, megvettük a Codexa token, tehát rendelkezem 154 kőkemény Codexa tokennel, ami ugye nagyon-nagyon fontos lesz a számomra, ugyanis ezt a Codexa tokent itt a KDX and Referrals menüre rábökve, ha rányomok arra, hogy stake, akkor mindjárt mutatni fogja, hogy az én token kosaramhoz arányosítva mennyivel tudom csökkenteni a kereskedőnek fizetendő sikerdíjat. Oké, bökjünk rá, hogy stake. Mennyi kodexám van? 154, kőkeményen mindet le fogom kötni, 10 dollárnyit. Ugyanígy kifizetjük a tranzakciós díjat, meg minden egyéb csodát. Ugyanígy ki kell jelölnöm, hogy mennyi kodexát használhat fel a MetaMask. Aláírom a Codexa tokent, és kifizetem a költségét, a hálózat használatát, költségét, ami most 37 cent. Nagyon komoly költségek vannak. Oké, nézzétek meg, hogy a 30 dolláros token kosaramhoz arányosítva a közel 10 dollárnyi lekötött Codexa tokenemmel ennyit tudtam csökkenteni a fee-t. Idehozod a vonalzót, leméred, hogy milyen hosszú ez a csúszka, és ahhoz a csúszkához képest kb. 1 centit csökkentettem, hogy ez hány százalékot jelent. Oké? Na, mondjuk, ja, ezt is azért a srácoknak szólok, hogy lehet, hogyha itt ki lehet fejezni százalékban, akkor az egyszerű user az nem csak ilyen grafikus módon jelenik meg, akkor az egyszerű user így fúj egyet, hogy jaj, de jó, látom, hogy én 10%-ot csökkentettem, vagy mit tudom én. Oké? Na, így működik ez a történet. Most a referász részben nem annyira akarok belemenni, mert akkor túl sokáig fogjuk flexelni ezt a dolgot, de itt mindenkinek van egy saját ajánlói linkje, hogyha valakinek bemutatjátok a Mozaik Alfát, akkor ezzel a saját linketekkel meghívhatjátok az enyémmel is, csak az nekem jó. Ezzel tudjátok meghívni. Amúgy ez az ajánlói link szög egyszerű, app.mozaikalfa.com/invite és a saját tárca címed, és csókolom. Oké, most ezzel nem akarok annyira foglalkozni, a fő funkciókat, tehát a lényeget akartam megmutatni, és nézzétek meg, esett a token kosaram értéke 3 centet, hát fel vagyok háborodva, gyerekek. Hogy képzelik ezt, hogy nem egyből fölfelé ment? Nem értem, na mindegy. Viccet. Ja, Éva kérdezi, ha tartjuk a Codexa tokent, akkor mit javaslok? MetaMask vagy hot wallet? Hát a MetaMask egy hot wallet, tehát hardware walletet akartál szerintem kérdezni. Én konkrétan csináltam azt, hogy egy SafePal walleten, ugye, ami a Binance Smart Chain-t támogatja, egy SafePal walleten tároltam, de a Ledger-ön is tudod amúgy. Tehát Ledger-re is ki tudod küldeni a Codexa tokenedet, mert a Ledger-ön is beállítható ugye a Binance Chain, és akkor oda is ki tudod küldeni. Nézzétek, most ez olyan dolog, hogy ha nem turkálsz mindent, tehát nem tranzaktálsz minden szarral a MetaMaskot segítségével, vagy a Mozaik Walletet segítségével, akkor tökéletesen elégséges egy hot wallet is alapvetően. Nyilván az egész
vagyonodat nem tárolod egyrészt egy walletben, másrészt meg hardware wallet nélkül semmiképpen nem fogod tárolni, oké? Okay? De a játszós pénz van egy ilyen hot walletban, az belefér. Jó, na, ennyit erről, tehát most eladni nem adunk el semmit, van itt kemény Future of Internet token kosarunk, illetve vannak a tokenje, ez egy folytatásos regény lesz, mint a szomszédok, meg fogjuk nézni időről időre, hogy mennyit haladunk előre az időben, a térben, meg a profitban. Hétről hétre, oké, okay, tehát most ezzel lokkolom is a MetaMask-omat, így ugye nyilván nem láthatók az oldalon a dolgok. Ezzel azt gondolom, hogy kiveséztük a Mozaik Alfa kérdését. Miért jó, hogyan jó, mit kell csinálnod, stb. Tovább megyek a Mozaik Chain-re, meg a Mozaik Horizon-ra, de most egy kicsit fel fogok gyorsítani, jó? Mert elmondok technikai tudnivalókat Mozaik Chain-nel kapcsolatban, elmondok technikai tudnivalókat Mozaik Horizon-nal kapcsolatban, viszont... Szerintem most ebben a, ha nem akarunk nagyon hosszok lenni, akkor ebben a Zoom-ban azt gondolom, hogy a Mozaik Alfa kivesézés ez egy ilyen lényegesebb pont volt. Oké. Okay. Miért kell a Mozaik Chain? Ugye a Miki beszélt róla, hogy és ezt meg is fogom nektek mutatni, tényleg, ez tök jó, visszalépek a MetaMask-ba. A Miki beszélt róla, hogy ugye vannak blokkláncok, van annyi blokklánc, mint égen a csillag, és ezek a blokkláncok ugye szépen működgetnek egymástól függetlenül. Sajnos sokszor átjárás sem nagyon van ezekre a blokkláncokra. Tehát sajnos... sokszor nincs átjárás a blokkláncok között. Ezért kell egy olyan lánc, ami ezeket összeköti. De ugye a Mozaik lánc, ez DeFi átjárhatóságot fog biztosítani, tehát a különböző decentralizált protokollok között fogunk tudni tranzaktálni. A másik, ami nagyon fontos, hogyha használjátok az ismertebb decentralizált hálózatokat, mint itt látjátok, éppen az Ethereum mainnetre váltottam, tehát az Ethereum hálózatra váltottam a MetaMask-ommal, és akkor itt van nekem mondjuk 0,16 Ethereumom, és akarok csinálni egy váltást. Ehhez behívok egy harmadik oldalt, egy Uniswap oldalt, és akkor a Uniswapon keresztül megmutatom azt, hogy én Ethereumból mondjuk stabil coinba akarok váltani. Mennyi lesz a költség? És akkor mindjárt ezen keresztül elmagyarázom nektek a token kosárnak a lényegét. És akkor mondjuk azt mondom, hogy 0,01 Ethereumot, tehát nagyjából 20 dollárt akarok átváltani USDT-be, és rányom karolcva. És hát lehet, hogy USDT-vel mellé lövök, mert még approvalnom is kell, tehát el kell fogadnom, de nem. Oda néz. Tehát a swapnak a díja az konkrétan, most ez egy nagyon-nagyon szerencsés eset, 14 dollár 13 cent. Sajnos beleköpött a levesembe az Ethereum hálózat, mert most éppen alacsonyak a költségek rajta, de alapvetően képzeljétek el azt, hogy valamelyik hétköznap délután 70 dolláros fee volt itt. 70 dollár. Oké? Okay? 70. Az brutális. Tehát gondolj be, hogy egy 20 dolláros váltásért kifizetsz 70 dollárnyi fee-t. Oké, okay, aki 1 millió dollárt vált át, annak a 70 dollárnyi fee az bagó, semmi. De a hétköznap emberének, aki itt akar váltogatni mondjuk, mit tudom én, 100 dollárokat, vagy még 1000 dollárnál is, azért gyerekek, a sok. Tehát 70 dollárt nem fizet ki senki. És mi lesz a Bika piacon? Amikor ott leszünk a Bika piacon, hogy megint mindenki bejön boldog-boldogtalan az összes hálózatra, ezek a hagyományos Layer 1 hálózatok általában nem fogják bírni ezt a forgalmat. És nem fognak tudni megfelelően működni, lassúak lesznek, rohadt lassúak lesznek, és még annál is sokkal-sokkal költségesebbek. Ez nagyon rossz lesz. Ezért van szükség például olyan blokklánc megoldásra, amely direkt a decentralizált pénzügyi protokollokat támogatja, tehát mikor a Mozaik Chain-en futni fog majd a Mozaik Alfa, akkor például az, hogy én váltani akarok, tehát akarok venni egy token kosarat, az nem 3 dollárnyi költség lesz,
És amúgy elmondom nektek, hogy a Binance Chain egy sokkal skálázhatóbb megoldás, mint maga az Ethereum, viszont a csúcsidőben, a dikapiacban az is rohadt drága lesz. Nagyon drága lesz. Tehát lehet, hogy egy token kosár vásárlásért 30 dollárnyi fee-ket kifizetsz. Most csak mondtam valamit. Mi kell? Kell egy olyan blokklánc, ami direkt DeFi protokollokra van optimalizálva, és pont azt oldja meg, hogy gyors legyen, DeFi-on belül átjárható legyen, és DeFi-on belül minimális költséggel működjön. Itt van. 2024 Q2-ben indul. Ez a Mosaic Chain. És ennek van egy nagyszerű kapcsolata a Polkadottal. Közben bocs, de bezárom a MetaMaskot biztonsági okok miatt. Tehát van egy kapcsolat a Polkadottal. A Polkadott egy nagyon nagy kriptós ökoszisztéma, tehát itt van a CoinMarketCap, ha megnézitek, a Polkadott per pillanat a 15. kriptós ökoszisztéma 6 milliárd dollárnyi lekötött ösztőkével bír. De ha rámegyünk, de jó, rá is bögtem most, és megnézzük az alt, akkor itt bizony ez, tehát most 5,23 dollár egy DOT token, ami a Bikapiac csúcsán kérem szépen 53 dollárnyi volt. Ennek megfelelően a market cap-je a DOT-nak azért gondolhatjátok, hogy nem 6 milliárd dollár volt. Úgyhogy az azért nem rossz, nem rossz. Tehát egy ekkora ökoszisztémának tudunk mi a hát sidechain-je vagy paralánca, igazából itt hivatalosan paralancnak hívják. Amúgy, ha itt megnézitek, itt látható a Gavin Wood, aki a Polkadot mögött áll, ő az Ethereum projektből vette ki a részét. És akkor mutatok még mást, ugye ő neki volt egy cég, ez fontos megjegyezni szerintem, a Perity. Tehát Perity, ez volt a cégnek a neve. És képzeljétek el azt, hogyha rámegyünk itt a Mosaic láncon a team-re, tehát a team menüpontra, akkor itt ugye látni fogjátok a Vidákovics Attilát, meg a Molnár Pétert, meg látni fogjátok az egyéb fejlesztőknek a különböző fantázia képeit. Közülük kiemelném a Vigit. A Vigit élőben láthattátok, tehát ő nem bujkált, hanem láthattátok élőben az októberi mega eventünkön, és ő kérem szépen már együtt dolgozott a Gavin Wooddal, tehát ezzel a bácsival a Peritinél, a Polkadot főláncának a fejlesztésénél, a Polkadot Relay Chain-nek a fejlesztésénél. Értitek, hogy egy olyan ember van benne a Mosaic, most hol tartok, ja, itt, a Mosaic blokkláncnak a fejlesztésében vezető fejlesztő, látjátok, aki már a Gavin Wooddal együtt dolgozott, tehát ennek a szakmának a csinyabinja az itt van a kis ujjában. És akkor el lehet olvasni az összes többi ember, akikről itt szó van, és hát kérem szépen, ez azt mutatja, hogy itt bizony olyan skillek vannak a blokklánc fejlesztés oldalán, ami meg azt mutatja, hogy a Mosaic blokklánc a következő felfutásnál, bikás felfutásnál, az lehet, hogy ebből a chain tortából tud itt kiszakítani egy darabot, hogy mekkorát, nem tudom. Akkor, tehát ezért fontos a Mosaic chain. És amit el kell, hogy mondjak, és már sokszor mondtam a Mosaic Alpha esetében, hogy a Mosaic Alpha forgalmából a Novalus Prime rendszerén keresztül már nem tudsz részesedni. A Mosaic blokkláncéból tudsz részesedni. Akarsz? Döntsd el! Amikor mondtuk, hogy részesedj a Mosaic Alpha forgalmából azon keresztül, hogy a Novalus Prime rendszerében vegyél likviditási csomagokat, ha vettél, most jól érzed magad, mert a tokenje, a Mosaic Alpha-nak a utility tokenje 1 cent a sárfolyamon indult, a likviditási kosarakban, vagy a kosarakban, csomagokban, most 6,4 cent. Teljesen jó. Oké, okay, ha vettél, boldog vagy. De levezettem már azt is, és itt visszaugrok a token kosarakra, hogy ha azt csináltad, hogy vettél likviditási csomagot a
Norus Prime-on belül, akkor kaptál Codexa USDT likviditási tokent. Egy 250-es csomagért 500 darab ilyen tokent kaptál, számolt ki, gyors fejszámolás, 500-szor 0,58, az azt jelenti, hogy 250 USDT-ért vetted a csomagodat, de lehet, hogy így képletesebb lenne, hogyha itt megtalálnám a számológépemet, meg is van. Tehát az elmélet, ugye 500 darab, a 250-es liquidity csomagban 500 darab likviditási tokened volt, 500-szor 0,58, mert ugye ennyi a likviditási token ára, csak a likviditás, tehát a csomagod, a likviditási csomagod 40%-a önmagában $290 ér. Aztán volt ebben a igaz, hogy ez 2 évre le van kötve, tehát 2 év múlva szabadul fel, de ez pont a Bika piacban lesz. Jó jársz vele? Szerintem majd rohadtul. Na, töröljük az információt. Vagy nem kellett volna törölni, mi meg kellene tartani. De meg emlékszünk rá, 290. Ugyanebben a 250-es liquidity csomagban 7500 darab 1 centes Codexa tokent kaptál. Most ugye egy darab Codexa tokennek az ára, most néztük, jaj, szarul is írtam kapásból, 6, 4, 5. $483. Ha ezt hozzáadod, ez a 408, nyitok, hozzáadjuk a $483-unkhoz a 290-et, ami a csomag 40%-a volt, akkor te 250-ért vettél egy likviditási csomagot, ami most $773-os árfolyamot képvisel, vagyis értéket képvisel. Akkor te most szarul érzed magad? És előttünk van egy bika piac. Gyerekek, gyerekek, ébresztő. Tehát ébredjetek fel. Aki akkor vett ilyet, az most jól jár. Te most mennyi Mozaik pretokent akarsz gyűjteni a Novalus Prime rendszerében megvásárolható packages menüpontban? 100 USDT-s üzleti csomagot akarsz, amivel amúgy a heti Mozaik pretoken kiosztásban nem is részesedsz? Te tudod. Validátor Pro-t akarsz? Hát ha megteheted, rohadt szerencsés vagy, nem mindenki teheti meg, de akkor viszont elgondolkodtató, szerintem. Vagy bármelyik megoldást ezek közül. Ugye? Na, tehát nézzük ezt ilyen szemüvegen keresztül egy kicsit. Tudsz részesedni most ennek a készülő blokkláncnak, ami olyan paramétereket fog tudni, hogy a szem nem marad szárazon. Most meg a technikai finomságokba bele sem mentem, hogy a Vidákovics Attiláék csináltak egy teljesen új konszenzust a blokklánc mögé, ami a validálás szempontjából egy újabb biztonsági tényezőt iktat be. Jó? Zseniális. És van itt nekünk, erről fogok a legrövidebben beszélni, mert a legkevésbé aktuális, van itt nekünk egy Mosaic Horizon decentralizált AI megoldásunk, 100-szor beszéltem róla. Arról van szó, hogy a mostani AI modellek mögött, azok centralizált AI modellek, nagy fintech cégek állnak mögöttük. Te, hogy magánszemélyként kiteregeted-e az adataidat a nagy fintech cégeknek, az a te dolgod, a te magánügyed. Hogy valaki, mondjuk, mint egy céges szereplő, aki szeretné használni az AI megoldásokat a fejlesztési sebesség gyorsítása érdekében, vagy valamilyen problémakör megoldása érdekében, hogy ez a cég nem akarja odaadni az ő adatait egy fintech vállalatnak, az tuti. Ezeknek a cégeknek a keze meg van kötve. Mit lehet tenni? Szükségük van egy decentralizált AI megoldásra, ami jelen esetünkben a Mosaic Horizon lesz, és ezek a cégek ezért a szolgáltatásért, hogy lesz egy decentralizált AI, ahol az adataikat teljes biztonságban tudhatják. Most kicsit elmaszatolom, tehát nem mondom el teljes részletességében, de ezt most nézzétek el nekem. Tehát ezek a cégek ebbe az irányba fognak fordulni. A Mozaik fejlesztő csapata ki fogja fejleszteni ezt a megoldást, lépésről lépésre fel fogja építeni, ti pedig, hogyha vesztek Novalus Prime-on belül üzleti csomagokat most november 30-ig,
Akkor meg fogjátok kapni a fix token kiosztását a Horizon AI-nak, illetve a heti kiosztást is. Mindegyik csomagnál ez más. Akkor akarsz most novemberben üzleti csomagot venni? Én akarok. Veszek is. Vettem októberben is, mert akkor is volt ilyen opció, meg szereztem is. Mit jelent, hogy szereztem? Megmutatom gyorsan ezt is. Rámegyek az egyik novemberi akciónkra, hogyha valaki hírét viszi a Mozaik ökoszisztémának, tehát értsétek, hogy a Nolus Prime-on belül hálózatépítői tevékenységet folytat, akkor ha elér bizonyos teljesítményt, ez 15 ezer dollárnyi értékesítés, egy 50%-os oldaláktartási szabály betartásával, illetve ebbe ugye nem számít bele a saját csomagvásárlás, a kodexeren akció és semmi egyéb, akkor meg ugye direktben minimum 5 ezer dollár forgalmat kell generálni, akkor kapni fogsz egy ilyen Infinity csomagot. Akarod, hogy ezt megkap? Akkor dolgozz érte. Én megkaptam az Infinity csomagomat, köszönöm szépen. Tehát, hogyha itt visszamegyek a Novalus Prime-nak a főoldalára, akkor láthatjátok, hogy itt nekem az összes értékesítésemnél itt van 68.200 dollár. Én nem vettem 62.800 dollárért, vagy 68.200 dollár értékben csomagokat, mert nem is volt, tehát egyszerűen az én portfóliómból ennyi nem volt erre a célra. Jó? Tehát nem. Hanem megszereztem két validátor prót, egy validátort, meg megszereztem most az Infinity csomagot. El tudod ezt érni azzal, hogy bemutatod valakinek ezt az ökoszisztémát, ezt a Mozaik Alfát, ezt a Mozaik Blokkláncot, meg ezt a Mozaik Horizont. Egyedül meg kell tanulnod, meg fel kell építened magadban a logikai menetét. Igen, most hirtelen, az előbb még kriptos voltam, most meg rátérek a hálózatépítésre, igen, tudom. De figyelzzetek, vagy az van, hogy tudsz részesedni úgy, hogy megveszed, tehát gondolkodsz befektetőként, nyilván vállalva ennek minden kockázatát is. Vagy az van, hogy teljesítesz. Mindenki eldönti, hogy mit szeretne csinálni. Jó? Én csak azt az üzenetet tudom nektek átadni ebben a mai Zoom bemutatóban, aminek nem sokára úgy vége lesz, majd lesz egy pici kérdez, felelek, amit nem fog felvenni, mert azok általában csak az időt húzzák, tehát mikor kevés kérdés érkezik, akkor nem annyira érdekes, tehát ezt most nem fogom felvenni. Tehát, ha akarod, akkor el tudsz érni ezen a rendszeren belül bármit. Akarsz sok Mozaik pretókent? Mondjuk nekem van most 102 ezer Mozaik pretókenem. Meg tudsz érte dolgozni? Meg tudod venni? Ha nem tudod megvenni, dolgozz meg érte. Ilyen egyszerű, gyerekek. Nézzétek meg, hogy hány poolból van részesedésem, poolok. Egy részesedésem van az ötös poolból, egy 750-es üzleti csomag. Egy részesedésem van a négyes poolból, egy 1490-es üzleti csomag. Egy részesedésem van a hármasból, ez az a már előbb említett Infinity csomag. Egy részesedésem van a kettes fullról, ez egy ajándékba kapott validátor a hálózatépítői teljesítményemért, és két részesedésem van az egyes fullról, ez két validátor pro, ugyanúgy a hálózatépítői teljesítményemért. Jó? Több, mindenkinek több útja van. Van, aki, én megértem, tehát nem akar azzal foglalkozni, hogy hírét viszi ennek. Pedig szerintem, figyelzetek, ez az ökoszisztéma, ez zseniális. Tehát itt ez a DeFi lámán, hogyha itt rámegyünk az overview-ra, akkor én azt gondolom, hogy azért ez ide be fog valahova férni. Remélhetőleg a nagyon elejébe. Nem tudom, hogy pontosan hova. És itt van ennyi eszköz a kezünkben. És ezekből tudtok részesedni azzal, hogy vagy vásároltok, vagy dolgoztok. Vagy mindkettő. Persze nyilván ez is adott. Oké? Okay? Tehát ennyi lenne az én mai üzenetem ilyen szempontból, és akkor most meg fogom állítani a felvételt. Mindjárt rájövök, hogy hogyan. Ja nem, ezzel a képernyő megosztást állítottam meg. És akkor a felvételt azt vajon, hogyan kell, valaki írja be okosan a chatbe. Szokott lenni egy ilyen recordings gomb, de most ezt nem találom meg.
Hát akkor lehet, hogy benne lesz, akkor mindegy. Na lényeg a lényeg, hogy jöhetnek a kérdések, ja, itt megtaláltam.